kedvencem az, az mindenképp a Perth-ben a 400 vegyes, mert akkor úsztam egy olyan időt, ami, ami még az én nagyjából ma is megállja a helyét. Azaz a 4-14 valamennyi? 4-12-t úsztam, igen. Az még úgy mostanában is egy egészen normális elfogadható idő, és hát az már 26 éve volt. Meg akkor voltam a legjobb formámban, az ment a legjobb. Én a 400-at szerettem, a 400 volt a főszámom, és az volt az életemnek a legjobb 400 vegyese egy világbajnokságon, úgyhogy az volt a csúcs. 59-09-el Németnik elsőként, Darni 59-10-el másodiknak, Szabó Zsó 59-75-tel ötödiknek fordult, Németnik és Darni között tehát egyetlen század másodpercnyi különbség, és most jön az a szám, ahol Darninak már át kell vennie a vezetést, a hátúszás, kitűnő hátúszó Tamás, és ez a lyukas szám a Szabó Zsónak, gyerünk Joe érte, és szorítunk itt alulról a harmadik pályán, Darni pedig ráúszik egy picit a kötélre, most néz vissza, hogy hogy jön ki a forduló, és aztán elrúgja magát a faltól, tisztán egyértelműen ő vezet 1.30-51-es részidővel, 1.31-37 volt Németnik részideje. Tehát több, illetve szűk egy másodperc különbség a fordulónál. Majdnem egy testhossz előnnyel vezet Darni, az esélyesek nyugalmával magabiztosan szépen megy, Szabó Zsó pedig egyelőre visszaesik a 8. helyre ezen a gyenge távján. Darni egyértelműen magabiztosan vezet, most megint a fordulója nem valami jól sikerül, de hát ez legyen a legnagyobb baj. A lényeg az, hogy vezet. Most jön a mellúszás, a vízválasztó. Mindig azt mondják, hogy az a jó vegyes úszó, aki mellen jó, már pedig tudjuk, hogy Darni jó mellen, vissza is néz oldalra, hogy ott van-e mellette Németnik, és most kell följönni Szabó Zsónak, most kell lefaragni az iszonyatos hátrányából, ha dobogóra akar kerülni. Darni diktálja egyértelműen a tempót, Darni több mint egy teszt hosszal vezet, remek ritmusban úszik, gyönyörűen, ahogy bukkan föl a feje is tűnik el a víznél, a benyúlásra kell figyelni, jól jön ki ezúttal a tempó, nem úgy, mint hátúszásban. 2.38.41, Németnik 2.39.35, tehát a különbség kettejük között egyelőre nem nőtt, de nem is csökkent. Most vigyázni, mert az amerikai mintha valami meglepetésre készülne, jön föl egy picit, és Szabó Zsóról se feledkezzünk meg, már negyedikként fordult, 2.43.17-tel, gyere Zsó, gyere, a harmadik helyre simán oda lehet érni, Dani tartja egy testosznyi előnyét, és következik majd rövidesen az utolsó 100. 59 másodpercre úszta az utolsó század gyorsan délelőtt Darni, de 57-et is tud, ha kell. Most egyelőre biztosan vezet. 3.14.72, belül a világcsúcs részidőn 1,24 század másodperccel. És most kivág valami káprázatos hajrát, Darni lerázza magáról az amerikait, faképnél hagyja, és Szabó Zsó tartja a harmadik helyét 3.18.65-tel. Két magyar az első háromban, és nem lehet Darnit megverni, és nagyon sokan azt mondták már délelőtt, benne van az új világcsúcs lehetősége. Battistelli följön Szabó Zsóra közben. Tamás biztosan vezet több mint egy teszthosszi előnnyel. Szabó még harmadikként fordul az utolsó 50 méterre. Gyerünk, fiúk! Óriási dolog lenne, két magyar a dobogon. Gyere, Joe! Tamás biztosan vezet 25 méterrel a cél előtt. Most már csak az órát kell figyelni. A világcsúcsot, amelyet ő tart, 4.14.75-tel megverni nem lehet, ez nem kétséges. Szabó negyedik. Gyere, Tamás! Káprázatos! Hihetetlen! Óriási világcsúccsal nyer Darni, 2,39 század másodperccel javítja meg a világrekordot, Németnik a második, Battistelli a harmadik, Szabó leszorul a dobogóról.